Mozgalmasnak élte meg az elmúlt 70 évet Bálint István, mind belpolitika, mind pedig külpolitika szempontjából. Egy olyan időszaknak, amelyben a legfontosabb az volt, hogy az ember megtalálja helyét a világban. Elmondása szerint neki ez sikerült. Engem, ami vonzott a külpolitika, lehet, hogy tulajdonképpen együtt élsz a világgal. És ha jó külpolitikus akarsz lenni, akkor tudnod kell, hogy mi történik Zambiában vagy Madagaszkáron, és tudnod kell, hogy Lengyelországnak most vannak az elnökválasztása. Tehát a világgal együtt élsz, és a világot látod, világot nézed, és ráadásul békében maradsz a belpolitikai viszályoktól, meg prádharcoktól, meg Isten nyilától, ami engem sose érdekelt. Az emberek manapság kevésbé érdeklődnek a külpolitika iránt, állítja István. Véleménye szerint ezt alátámasztja az is, hogy a Magyar Szó napilapnál korábban 3 oldalon foglalkoztak külföldi hírekkel, ma már csak egyen. Az igazi újságolvasók még mindig a külpolitikával kezdik, és egy lap súlyát a külpolitikai rovat adja meg szerintem. A vidéki lapoktól, ezektől van minden falunak, minden városnak, mindenki van. Azt különbözheti meg, hogy van neki külpolitikája, vagy nincs. Mert egy vidéki lapnak nincs külpolitikája, egy lap, amely komoly, országos, vagy nagyobb jelentőségű tényező akar lenni, annak kell, hogy egy erős, komoly külpolitikai rovatja legyen. A ma jubiláló újságíró szerint a munka tartja az embert életben, és kölcsönöz neki hosszú, teljes életet. De hogyan lehet valakiből jó külpolitikai újságíró? Tanulják meg, hogy figyelni kell az egész világot. Tanulják meg, hogy nem csak azt figyeled, amihez írsz, hanem az egész témakört szuverénül uralod és kezedbe tartod, és állandó érdeklődéssel figyelsz mindent, ami a külpolitikában történik. És ráadásul szerintem sokat kell olvasni. Bálint István mindemellett televíziónk fennállása óta számos alkalommal járult hozzátudásával nézőink tájékoztatásához.